A múlt pénteki párizsi terrorcselekmény óta folyamatosan csörög a telefon az utazási irodákban, ugyanis a turisták vagy lemondják, vagy későbbre teszik foglalásaikat a francia fővárosban, de nem csak a turisták félnek mostanában Párizsba utazni, sokan mondják le fellépéseiket, európai turnéikat. Olyan világhírű énekesek és együttesek, mint például a U2 vagy Marilyn Manson. Vendégeink a témában Kis Robert Riál turisztikai szakújságíró, valamint Kóbor János, az Omega Front embere. Jó reggelt kívánok! Még mielőtt elmondanátok a saját álláspontotokat, friss hír, robbantással fenyegették meg az Air France 2 utasszállítóját. Nem tudom, ezzel kapcsolatban képeket tudunk-e beadni, bármi, ami a francia fővárosból van, és hogy bombafenyegetés miatt megszakította útját az Amerikába tartó Air France 2 járata, most állítólag Párizsban pedig, miközben ugye két merénylőt gyilkoltak meg, vagy öltek meg, több metrót megállítottak, azt hiszem információink szerint. Ezek a legfrissebb hírek. No, haladjunk, vagy menjünk tovább. Kezdjük az utazási irodákkal. Mit tapasztalsz te? Úgy gondolom, hogy Párizsnak a szilveszterét tönkretette a merénylet. Hát részvétem a hozzátartozóknak, hiszen szörnyű történet, de ami most a turisztikában történik, úgy gondolom, hogy Párizs esetében tényleg nagyon-nagyon-nagyon keményen érinti a francia idegenforgalmat. Egy picit azért külön kell választani a magyar utazókat, és külön kell választani mondjuk a tengeren túli utazókat, az amerikaiakat, az ázsiaiakat. Nagyjából a mostani hétvégére és az elkövetkezendő időszakra 75-80%-a lemondja az utazóknak, főleg az ázsiai és az amerikai. Tehát nagyon-nagyon sokan lemondják, üresek lesznek a párizsi szállodák a hétvégén, meg a következő hétvégén. A szilveszteri karácsonyi utak esetében körülbelül a felét mondják le. Jó magam több szálloda lánc vezetőjével e-mailt váltottam, amikor felkészültem a beszélgetésre. Nagyjából az az arány, hogy a felét lemondják már az elkövetkezendő időszakra is. A Magyarország esetében más a helyzet, mi magyarok rendkívül bátrak vagyunk, az üzleti utazók alig mondják le, marginális mennyiségű a lemondás, és akik már elhatározták, hogy mondjuk elmennek majd valamelyik párizsi útra, ott is azok nagyjából úgy gondolják, hogy menni fognak, és nem rettennek meg. Na de hát ugye a magyar tipikusan az, hogy amikor mentik Egyiptomból a briteket, akkor ugye megyünk kifelé a gépekkel. Hát úgyhogy akkor Tunéziában volt pár hónappal ezelőtt a merénylet ott a tengerparton, akkor is több magyar mondta, hogy ő kint marad. Hát így van, tehát mi magyarok bátrak vagyunk, és Istennek hála olcsó jutunk jó szolgáltatásokhoz, tehát ilyen értelemben különbséget kell tenni. Ugyanakkor az ázsiaiak és az amerikaiak rendkívül megijedtek. Beszéltem egy tájföldi ismerősömmel, Párizsba készült, és hát mondta, hogy hát az, hogy most oda menjen az elkövetkezendő egy hónapban, az egyszerűen elképzelhetetlen. Mondja ezt úgy, hogy azért Tájföldön is volt olyan időszak, amikor azért a tüntetőket ott láttuk az utcán, tehát az Ázsiából sokkal jobban félnek, és keményebbnek látják a helyzetet. Most egyébként csak az Air France gép leszállításával kapcsolatban azt azért szerintem sokan tudják rólad, Meki, hogy te gyűlölsz egyáltalán repülőn utazni. Vagy hát talán igen, többek között ez is az egyik oka, hogy sajnos ez nagyon belekerült a repülésbe, ez a terrorveszély, mint ahogy kiderült ez a Sármásságból Leningrádba, vagy felrobbantották. És szerintem az oroszok azt rögtön tudták, hogy ez valószínű ez volt. Ugyanakkor hadd kérdezzek téged most úgy függetlenül attól, hogy eleve a repülést azt nem nagyon szoktad választani, mint utazási formát, de hogyha most az Omegából, meg a turnékból, fellépésekből indulunk ki, hasonló esetben ti hogyan döntenétek? Én azt hiszem, és nem azért, mert magyarkodni akarunk, mi soha nem voltunk befolyásolhatók ilyen dolgokkal, meg sem ilyennel, meg a koncert nem maradt még el soha. Tehát, hogyha most lenne lekötésetek mondjuk akár Párizsba, egy koncert erejéig, akkor ugyanolyan bátorsággal vállalnátok ezt, és megtartanátok? Sajnos ez a levegőben van, anélkül is, hogy most ez a pár nappal ezelőtti esemény volt. Mi ezt egyszer már végül éltük 43 évvel ezelőtt, 1972-ben a Müncheni olimpián, ahol a tervek szerint a záróünnepség után egy Led Zeppelin Omega koncert lett volna az Olympia Parkba, és hát 10 nappal a befejezés előtt mi azért ott maradtunk, mert nem lehetett egyértelműen tudni, hogy most a terrorcselekmények miatt megtartják, vagy nem. Azt inkább kegyeleti okokból tartottuk egyértelműnek, hogy nem szabad, de hát nem mi döntöttünk. Hát azóta ez a levegőben mindig ott van, és minden tömegrendezvényen sajnos ennek a veszélye ez fennáll. Tehát ez most szokták mondani azt, hogy valószínűleg nem Párizsban lesz a következő, de ezt persze nem lehet így mondani. Én megértettem a tegnap, hogy a németek mindenképp meg akarták csinálni a Hollandia-Németország meccset, és csak tényleg a rendőrség talált valamit, amiatt mondták le.
Brüsszelben már sokkal gyorsabban lemondták a spanyol-belga meccset. Hát nem tudom, megítélni, hogy mi a jobb reagálás. Az, hogy nem engedni zsarolni, vagy az, hogy a veszélyt az ember merje vállalni. Tulajdonképpen átrajzolhatja a párizsi terrormerénylet az európai turisztikai térképét? Úgy gondolom, hogy nem. Legtöbb turista Franciaországban megy, nagyjából éves szinten 70 millió ember keresi fel Franciaországot, Párizst, a Loire-menti területeket. Úgy gondolom, hogy valószínűleg visszaesés lesz, hogyha majd nézzük a statisztikákat ezekhez az adatokhoz képest. De ugye az utána következő Egyesült Államok, Olaszország olyan 50-55 millió turistával büszkélkedhet évente külföldről. Na most, hogyha ezt nézzük, akkor úgy gondolom, hogy ha kevesebb turista is megy Franciaországba majd, de nagyságrendileg ez nem fog változni. Itt nagyban függ az elkövetkezendő időszak eseményeitől. Tehát most is hallottuk azt, hogy még a terroristákat keresték, és mi történt ma reggel, hogyha még több hasonló cselekmény fog majd menni, és ezt hallják a tengeren túli turisták, akkor nyilván megrettennek, és még többen lemondják. De hogyha sikerül a biztonsági szerveknek remélhetőleg úrrá lenni a helyzeten és megakadályozni, hogy hasonlóak előforduljanak, akkor szerintem egy-két hónap és nagyjából mindenki megnyugszik, és ugyanúgy el fogunk menni megnézni ezeket a gyönyörű dolgokat, amiket itt láttunk a nézőkkel együtt a képernyőn is. Amúgy Párizsban a dömping, tehát a csúcs szezon az tavasz, meg ilyenkor késő ősz, tél eleje? Hát a szilveszter is egy csúcs szezon, mint mindenhol. Jó, tehát igen, az mindenhol. Így van, és a karácsony előtti készülődés időszaka. Tehát itt ezek a képek is nagyjából akkor készültek, amikor kint jártam, és ezeket felvettük, és hát ilyenkor nagyon sok turista megy. Tehát a november, december az tipikusan városlátogató időszak, és az emberek Párizsba elmennek a karácsony előtti időszakba, ez volt a jellemző. Illetőleg a két ünnep között, a karácsonyi és a szilveszter közötti időszak is csúcs szezonnak minősül ez, plusz hát természetesen a nyári városlátogató időszakok. De mindenképpen ez is egy kiemelt időszak, hát a szilveszter az meg pláne, milliók szoktak Párizsban az utcán, vagy éppen a szórakozó helyeken szilveszterezni, hát most le fog csökkenni a számuk. Apropó, tényleg neked Párizsban élnek barátai, zenésztársaid, meg ki? Hát olyan közelebbi, akivel állandó kapcsolatban vagyunk, nincs, de én azt hiszem, hogy sajnos Párizs az mindig nagyon ki, tehát nem, a Champs-Élysées-n emlékszem, voltam úgy, hogy pillanatok alatt az, furcsa volt az utca, elnéptelenedett, és mint kiderült, meg volt az oka. Tehát ott mindig, az valahol egy nagyon központi hely, tehát ott a terroristák, ha valamit csinálnak, az biztos tudják, hogy annak a füstje nagyon nagy lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.